meg kell védeni a fiataljainkat. A kormány ennek tudatában arról döntött, hogy a lakosságot és a vállalkozásokat követően a diákhitelekre is kiterjeszti a kamatstoppot, így az változatlanul 4,99%-os kamattal lesz elérhető 2023. januárjától. Hangsúlyozandó, hogy a képzési hitel és a diákhitel 2 továbbra is kamatmentesen lesz elérhető a felsőoktatásban tanulóknak.